Hello, sziasztok! Na most a babaváró hitel, tehát az állami személykölcsön 10 millió forintjának a felhasználásáról szeretnék beszélni. Hogyan csináljunk 10 millió forintból 20 vagy 30 millió forintot? Na hát ez a nagy kérdés, és hát egyszerűbb, mint hinnéd. Úgy csak hinni kell benne. Elmondom, mire gondoltam. Nagyon sokan a babaváró 10 millió forintot azt fel fogják venni lakhatásra, tiszta sor, hiszen ez lesz az önerejük. De mi van azokkal, akiknek lenne más lehetőségük, akiknek már van önerejük? Nekik is megéri mindenkesebb hitelből ezt megoldani? Tehát inkább vegyek fel babaváró kamatmentes állami személykölcsönt, mint sem piaci hitelt, és ezzel a 10 millióval más kezdjek? De elmondom, mire gondoltam. Gondolj bele abba, hogyha van rá lehetőséged, és mind a lehetőségekről szól, akkor pénzt valójában csak pénzből tudunk csinálni. Ha nincsen pénzünk, akkor abból nem lesz semmi. Ha a pénzünkre ráülünk, mert az egyetlen vagyonunk, maga az ingatlanban lakunk, az nagyon dicséretes dolog, csak az nem termel nekünk pénzt. Abból nem lesz semmi. Az csak van. Ezzel szemben akkor ki kell azt találni, hogy hogyan tudunk pénzt teremteni elő. Hát itt van ez a 10 millió fontos állami személyi kölcsön, ugye ez a babaváró támogatás. Nyilván itt egy viszonylag szűk réteget érhetünk el, most ez a videó nekik szól. Gondolj bele, mi lenne akkor, ha ezt a 10 millió forintot nem arra használnád, hogy a hiteleidet kifizessed, vagy kevesebb hitelből vegyél saját magadnak lakhatási célú ingatlant, hanem ez a 10 millió forintot azért vennéd fel, hogy vegyél belőle egy kis garzont. Vidéken 10 millió forintot már tudsz venni, nyilván készülj fel rá, hogy a vásárlás nem csak abból áll, hogy kifizesz 10 milliót, hiszen illetékköteles, hiszen kell fizetned ott majd felújítási költségeket és egyéb ügyvédi díjakat, egyéb járulékos költségeket, de a nap végén már megoldható. Ha meg tudod ugrani azt, hogy a lakás árát ki tudod fizetni, akkor már nagy gond nem érhet alapvetően. Viszont, hát Budapesten vagy a környékén már valóban nem kapsz 10 millióért semmit, de 18 millióért már igen. 18 millióért már kaphatsz olyan ingatlant, ami akár ki tudsz adni albérletbe havi 150 ezer forintért. Igen, jól hallottad, akár 150 ezer forintért. Itt zárójelben megjegyezném, hogy nyilván nem a lepusztult szarokat, hanem nyilván amit megvesz, azt majd fel kell újítani, annak extra költségei vannak. Jó, de most maradjunk kicsit témánál. Van 10 millió forint támogatásod, vagy bocsánat, kölcsön, ami kamatmentes, és ami alapvetően, hogyha jól időzítesz, akkor a gyereked megszületése után 3 évig felfüggesztett kamat, tehát nem kell fizetned a havi törlesztőt. Tehát magyarul lesz 3 évig 10 milliód, amit tudsz használni. Ha még egy gyereked születik, 6 évig tudod ezt használni, ráadásul elengedik az aktuális tőketartozás 30%-át. Tehát ez egy olyan összeg, amire lehet építeni. A havi törlesztője egyébként a támogatásnak, amíg ketyeg, 45 ezer forint körül alakul, hiszen fizetted a 41 ezer pár száz forint törlesztést, és emellett fizetted szépen az állami kezelség vállalást, ami a tőketartozás arányától függ, nagyjából 4-5 ezer forint havonta. És akkor mennyibe kerül ma 8 millió forint kölcsön? Mert mire gondolok? Az állami személykölcsön, feltéve, hogy belefér a jövedelmedbe, az nem jelzálog alapú, tehát az olyan, mintha lenne 10 millió forintot. 10 millió önerő. Kifizetsz 10 millió forint önerőt ugye a lakásra, felveszel rá 8 millió forint piaci alapú hitelt. Annak a havi törlesztője 20 évre, nagyjából, vagy bocsánat, 25 évre megáll 40 kötőjel 50 ezer forint között. Legyen 45 ezer. Tehát hol vagyunk? A teljes kötelezettség vállalásod legrosszabb esetben havi 85 és 90 ezer forint között alakul. Most lehet, hogy furcsán néztek rám, de miről beszélek? Van egy lakásod. Te fogod viselni annak a következményét, ha az ingatlan piac tovább növekszik, tovább drágulnak az ingatlanok, vagy a jövőben majd a visszaesés után megint drágulás következik. Tehát neked kell elviselned, hogy többet ér a lakásod. Yeah! És mi van még? Fizetned kell ezt a 85-9 ezer forintot havonta. De, ha kiadod albérletbe, mert nyilván ki akarod adni albérletbe,
És tételezzük fel, hogy ezt a lakást amúgy, ezt a kategóriájú lakást havonta 150 ezerért ki szokták adni, jelenleg például Budapesten. Akkor arról beszélgetünk, hogy realizáltál 70 ezer forintot, de hogyha megszületik a gyereket, akkor már is realizáltál havonta 110 ezer forintot, 105-110 ezer forintot, igaz? Nyilván, ha okos vagy, akkor ezt a pénzt tovább forgatod majd, hiszen nem jó, ha erre is rá akarsz ülni és hülyeségre elkölteni. De mi a legrosszabb eset, ami ilyenkor történik? Mindig azt mondom, lakásba a legnehezebb bejutni. Tehát ha már egyszer megvan a lakásod, akkor, az, akkor már lehetsz okos. Amíg nincs meg, amíg nincs mivel gazdálkodod, addig teljesen felesleges gondolkodni. Legrosszabb esetben tedd fel magadnak a kérdést, mondjuk ennél a példánál maradva. Ma Budapesten szerinted egy 35-40 négyzetméteres lakást átlagos állapotban ki lehet-e adni havi 80 ezer forintért? Legrosszabb eset. Tehát semmi luxus, semmi jó környék. 80 ezerért ki tudod adni? A válaszom az, hogy igen. Tehát abban, akkor, amikor 150 ezerért is hirdetnek ilyen lakásokat, akkor te gyakorlatilag majdnem, hogy féláron ki kéne tudnod adni. És akkor mi volt a kockázatod? Semmi. Tehát ez működik. Akkor gyakorlatilag legrosszabb esetben is az albérlőt kifizeti helyetted a teljes hiteledet, és majd a jövőbe valamikor neked lesz egy vagyontárgyad, az ingatlan. Látod, így csináltunk pénzt. Így működik. Nyilván a kockázatod az, hogy lesznek olyan üres járatok, amikor nincsen albérlő, neked fizetned kell a hiteleket. És lesznek olyan üres járatok, amikor hív a albérlőt, hogy szia, elromlott a beépített sütő, vegyél újat. Jó, de ezt bele kell kalkulálni. Tehát amiről most beszélek, az nem egy komplet számítás. Ezt mindenkinek egyedileg ki kell, hiszen más igényeink vannak. De én azt gondolom, hogy és ennek a videónak is az az üzenete, hogy pénz csak pénzből tudsz kreálni. Tehát most legyünk őszinték, abból pénzt csinálni, hogy te ráülsz a pénzedre, meg te azon dolgozol, hogy a meglévő lakáshiteledet minél hamarabb kifizest, a nap végén nem lesz neked több. Te ilyen esetben, és az emberek 90%-a a origóhoz közelít, a nullához. Nullán akar lenni nap végén. Amiről most én beszélek, az azt jelenti, hogy a nap végén legyél pluszba. Hogyan tudsz vagyont építeni? Hogyan tudod a lehetőségeket úgy kiaknázni, hogy abból kilőhess? Abból megjön a lehetőséged arra, hogy vagyont építettél, hogy legyen lehetőséged arra, hogy a 10 milliós babaváró kölcsönből a nap végére, mondjuk 10 év múlva, legyen 20 millió forintnyi vagyonod összesen. Albérleti díjból, ugye ami elmúlt 10 évben befolyt, amit te nyertél, plusz mondjuk az ingatlan értéknövekedése. Én erről beszélek, hogy ebből lesz. Az, hogy te most kifizeted a lakáshitelet a babaváró kölcsönből, vagy annyival kevesebb hitelt veszel fel, és gyakorlatilag a lakhatási célú lakásodba beköltözöl emiatt, az nem, a nap végén is 10 millió lesz, ma is 10 millió, meg majd a 10 év múlva is 10 millió lesz. Mert ez nem fog emelkedni, elmondom miért. Mert nem biztos, hogy el fogod adni a lakást, nem biztos, hogy realizálsz bármit is. Mindig ebbe gondolkozzunk szerintem, és azt vettem észre, hogy akik bátrak, azok és lépnek, hogy nyilván kockáztatnak, nem mindenkinek jön össze. De hogyha ezt megfontoltan csinálod, és megfelelő háttérrel, tehát nyilván nem minimál bérrel lépd meg ezt, akkor végső soron a nap végén vagyont építettél, és elindultál abba az irányba, ahova te mindig tartani akartál. Mindig ezt nézem az embereken, és nagyon sajnálom, de a legtöbben ráülnek a vagyonukra. Nem mernek kockáztatni, nem mernek valami olyat lépni, ami nem hagyományos, ami kicsit a komfortzónánkon kívül esik. Hiszen ez is kívül esik. Tényleg, most akarok például venni egy lakást, hitelből, csokból, és akkor babaváró kölcsönt, azt nincs ebbe forgassam bele, hogy másik lakásba. Egy éven belül vegyek két lakást, mikor eddig egy se volt. Ez egy nagyon rendkívüli dolog, és teljesen megértem a lelki vonzatát ennek az egésznek. De értsd meg te is, hogy csak így lesz neked vagyonod. Így tudsz majd építeni vagyon, és így lesz a 10 millióból 20 millió, a 40 millióból meg 80. Csak így. Sehogy máshogy.
Nem láttam még nem láttam még gyarapodni olyan embert, aki folyamatosan azon küzdött, hogy a hitelét kifizesse minél hamarabb. Olyan emberek gyarapodtak, akik kockáztattak, és okosan használták fel a rendelkezésükre álló tőkét. Akik azt mondták, hogy oké, van X, és én az X-et szorozni akarom, nem pedig osztani. Jó? Tehát ez egy rövid kis videó volt, gondolatébresztő, szerintem gondolkozzál el az, te is azon, hogy amikor az életedben megérkezik egy ilyen rendkívüli pénz, akkor az hogyan lehet okosan felhasználni? Hogyan tudod ezt te a saját javadra fordítani, és hogyan fogsz vagyont építeni? Hogyan fogsz közelíteni a középosztályba, az erős középrétegbe, akik egyre jobban leszakítják magukról a társadalom 80%-át? Mert most már a különbség egyre kisebb, vagy bocsánat, egyre nagyobb. Azt látom, hogy most már arról kell beszélgetnünk, hogy pár év múlva olyan szinten elviselhetetlen költségekbe kerül a saját lakás bérlése, tulajdonlása, hogy egyre nehezebb lesz lakáshoz jutni. A fiatalok önálló jövedelemből támogatás nélkül képtelenek lesznek egyre jobban. Ez pedig mind a lakástulajdonosoknak a malmára hajtja a vizet. Ugyanis majd ők fogják kiadni a te gyerekednek a lakást, és majd ők fogják megszabni, hogy mennyiért. Ez lehet, hogy nem jövőre jön el, de 5-10-15 év múlva a nyakamat tenném rá, hogy itt is ugyanaz lesz, mint mondjuk Londonban. Szinte lehetetlen lesz lakáshoz jutni például Budapesten. Nem fogod tudni megfizetni, olyan drága lesz a lakás, hogy az fizetésből egyszerűen nem tudod kigazdálkodni. Tudod? És hogyha te elindulsz a lakás irányába, te azt mondod, hogy gondolkozol ebbe is, mint egy stratégia, és képes, hogy birtokolni lakást, felépíteni, mire eljön ez a beomlás, akkor nagyon jól jársz. Máskülönben kockáztattok. Jó, tehát én erről beszélek. Na, lájkold a videót, ha tetszett. Iratkozz fel, hogyha szeretnél még tőlem hallani, és frissen értesülni az új videókról. Kommentbe írd meg, hogyha van kérdésed, vagy valamivel egyetértesz, valamivel nem. És hát beszéljünk legközelebb is, mert erről érdemes. Na, sziasztok!